Azt értjük, hogy még Karácsony Gergely főpolgármester is úgy érezte, reagálnia kell arra, hogy hogyan került a mozgalmába 500 millió forint, és azt miért pártársa Perés Gábor egyedül fizette be 19 részletben, nagyrészt Euróban és Angol fontban. Az világos, hogy Karácsony Gergely válaszát nem maga írta, sokkal inkább Gyurcsány Ferenc diktálta, de az akkora sületlenséget tartalmaz, hogy nincs élő ember, aki azt elhiggye. Azt állítja ugyanis Gyurcsány és Karácsony, hogy a több mint 500 millió forintnyi többféle valutából álló készpénzt a 99 mozgalom zárt adománygyűjtő ládájába gyűjtötték össze, ami természetesen a mozgalom honlapján egyáltalán nem volt feltüntetve. Ráadásul a 21. században, ahol már mindenki utal. Sőt, 2022 végén is volt egy 100 milliós utalás, több hónappal azután, hogy Karácsony Gergely már elbukta az előválasztást, a baloldal pedig kikapott az országgyűlési választáson. Arra kérjük tehát a főpolgármestert, hogy ne nézze hülyének a magyar embereket. Hiszi a piszi. Szóval menjen vissza Gyurcsány Ferenchez egy újabb, hihetőbb válaszért. A legegyszerűbb persze az lenne, ha elárulnák végre, honnan jött az az 500 millió forint.